Csoki egy mosolyért, ez olvasható a Pécsi első Lions Club gyűjtődobozán, amiket ismét elhelyeztek az egyetem több intézményében. Ezekbe várják az adományokat mostantól az adventi időszakban. A csokoládék a karácsonyi ünnepeket teszik majd szebbé azoknak a gyerekeknek, akiknek kórházban kell tölteniük ezt az időszakot. A város több pontján kihelyezünk csoki gyűjtődobozokat, figyelemfelhívó plakátokkal, és ennek a csoki édességgyűjtés követően pedig a első körben a Vakok és Gyengénlátók Baranya megyei egyesületét támogatjuk, hisz a Lions maga első körben a vak és beteg gyerekeket támogatja, és látássérült embereket, második körben viszont a beteg gyermekeket. Ezért a gyermekklinika teljes klinikán bennmaradt gyermekei részére biztosítunk, akik az ünnepek alatt bent vannak, mindenkinek minimum egy tábla csokit. Népszerű ez a kezdeményezésük, az adományozók száma nagy, így jelentős mennyiségű csokit tudnak ilyenkor összegyűjteni. Az édességből azonban soha nem lehet elég, mindig van hova eljuttatni, mondja az elnök. Sok esetben most már 3 éve annyi csokoládé és édesség gyűlik össze, hogy a Pécsi Tudományegyetemnek a bölcsödéjét is tudtuk támogatni, illetve anyaotthonokat is itt Pécs városában. Akik szeretnék egy vagy több tábla csokoládéval mosolyra bírni a beteg gyerekeket karácsony idején, keressék a Pécsi első Lions Club gyűjtődobozait. Ezek helyéről a szervezet honlapján találnak információkat.